csókolom, jó napot kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm képviselőtestületünk ülésünkön megjelenteket, képviselőtársaimat, a hivatal részéről megjelenteket, az intézmények vezetőit, akik részt vesznek, ezért minden kedves nézőt, tévénézőt, aki figyelemmel kíséri testületülésünket. A testületülésünk előtt több bejelenteni valónk van, még mielőtt megkezdjük a testületülést. Én megkérem tanácsnok asszonyt, Anikót, hogy a bizottsági ülése hozott döntést azt közölje a képviselőtestülettel. Igen, köszönöm a szót. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! Tegnap volt az a nap, amikor lehetőségünk volt dönteni a hajónak a nevének a kiválasztásában. Ugye a mi bizottságunk kapta ezt a feladatot, és annak rendje és módja szerint ezt tegnap meg is tettük. Természetesen meghívókat kiküldtük, képviselőknek is, érdeklődők is jöhettek, hiszen nyílt ülés volt, meghívtunk szakembereket is, és nyilván ezt azért tettük, mert hogy minél többen mondhassuk el a véleményeinket, és igazán egy olyan név szülessen, ami tényleg ennek a hajónak megfelelő és méltó neve lehet. Azt is tudni kell ehhez az egész folyamathoz, hogy ki volt írva a határidő, mikor, meddig lehetett beküldeni javaslatokat, ez megtörtént. 14 főtől érkezett be javaslat, sok-sok-sok, tehát voltak olyanok, akik többet küldtek be. Sajnos olyan is volt, aki komolytalanul, és hát nem éppen kedvező hangnemben tette ezt, egy kicsit viccre vette szerintem a dolgot, vagy nem is tudom, mindegy, ezzel nem foglalkozzunk. Amik beérkeztek, és ugye nyilván valahogy szelektálni kellett, válogatni kellett a nevekből, az irányelv ugye az volt, hogy lehetőleg olyan név legyen, ami a Drávához kötődik, könnyen megjegyezhető, turisztikai szempontból is rangos lehet, és vendégcsalogató. Tehát ennek megfelelően, illetve azt figyelembe véve még, hogy melyik javaslatokra, névjavaslatokra érkezett be több, ebből válogat, ez alapján 7 név került tegnap terítékre. Ebből a 7 névből a bizottság, természetesen a vélemények, a hozzáértő véleményeket figyelembe véve választotta ki a végsőt, ami a Jégmadár lesz. Tehát a Barcsi hajónk, a mi városunk csodálatos hajója, a Jégmadár nevet fogja viselni, mind a mellett, hogy természetesen a Barcs is, mint kiderült, annak is szerepelni kell rajta, és így akkor ez a név lesz a hajónknak a neve. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen tanácsnok asszonynak és a bizottságnak a munkáját, hogy ezt elvégezte, és most már van a hajónknak neve, tehát a hivatalos okiratokon, ügyiratokon már ez fog szerepelni, és nem a régi neve, amelyik már tulajdonképpen a második neve. Ez lesz a harmadik nevenek. Gondolatot. Én szeretném megköszönni a beküldőknek azt, hogy ebben segítették a mi munkánkat, és természetesen ez alapján azért az ő véleményük is hangot kaphatott ebben a név megformálásba, illetve odaítélésben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, ez egy lépés előre ahhoz, hogy a hajó lehetőleg a legrövidebb időn belül elindulhasson és tehesse azt, amiért vettük. Köszönöm még egyszer a munkát. Még egy jó hírem van, ugye, hogyha olvasnák képviselőtársaim és tudják, az országos felújítási a 69 milliárdos hazai forrásból történő felújításban, ugye a Magyar Közút Nonprofit ZRT, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ennek az elköltésébe és tervezésébe egyetértett, és az ütemterv szerint ezeknek a munkálatoknak el kell kezdődni ebbe az évbe, és be kell fejeződni. Nem is ez a lényeg, mert ugye eddig is volt minden évben, de hogyha tovább nézzük a sajtótájékoztató, akkor Marcin Bence, az állami birtokban lévő utakkezelő Magyar Közút ZRT-nek a kommunikációs osztályvezető bejelentette, a 69 milliárdos forrásból ugye 440 kilométernyi főutat és 119 kilométer mellékúti szakasz újítanak fel. A felújítások zöme, és ez a lényeg bal szempontjából, a 6-os főutat érinti, itt több szakaszon is a munkálatok lesznek, főleg Barcs irányába, és a másik dolog, hogy ezeket a munkálatokat évvégéig be kell fejezni a 6-oson. Én úgy gondolom, ez egy nagyon jó hír nekünk, ezért dolgoztunk és ezért tettünk. Én bízom benne, hogy ez a hír, ez december 31-én megerősít
lesz, és a 6-os főutat a környék lakói, vállalkozói és az idejövő emberek sokkal egyszerűbben, könnyebben használhatják és gyorsabban érnek ide. Úgy gondolom, nem volt potyára az a munka, amit Barsváros képviselő testülete lobby szinten kifejtett fölfele. Ennek most megvan az eredménye. Én úgy gondolom, hogy ezt be kellett jelenteni, tehát ez is egy jó hír, úgy gondolom ennél jobb hír, majd akkor tudok jelenteni, hogyha az M60-as építése elindul. Még egy jó hírünk van. Március 15-e a Nemzeti Ünnep alkalmából Balogh Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztere művészeti, szakmai és állami díjat adott át, amely során a zeneélet számos kiválósága vehetett át kitüntetést a Nemzeti Ünnep alkalmából. Így Barsról Gyurókovics Tibor a Magyar Arany Érdemrend polgári tagozat kitüntetését vehette át a parlamentbe. Gratulálunk neki! És kívánom, hogy még sokáig tudja ezt a munkát folytatni, amiért ezt a kitüntetést kapta. Sajnos egy rossz hírt is közölnünk kell. Ugye Szőlősi Mihály volt képviselőtársunk, aki 90-től 2002-ig volt képviselő. Ez alatt ellátta a képviselőséget és a település részi önkormányzat vezetését. Sajnos eltávozott az élő sorából, meghalt. Szomorúan közölük, és mély részvétünket fejezem ki az önkormányzat nevébe, és azt kérem, hogy egy perces néma felállással búcsúzunk volt képviselőtársunk. Ezek után, a bejelentések után megkezdenünk képviselőtestület ülésünket. Képviselőtársaimat kérem, hogy a határozatképesség megállapításáért jelentkezzenek be. Köszönöm szépen. Egy igazolt távollét van a mai testületülésünkön, és 11 képviselőtársunk részt vesz, tehát megállapítom, hogy határozat képes a képviselőtestület. Kérdezem képviselőtársaimtól, hogy mindenki megkapta-e az anyagot. Én úgy gondolom, megkapta a kiegészítést, amelyik egy javítás, egy szám elírása történt, és ezt a hivatal észrevette és javította. Gondolom, ezt is kiosztották, és megkapta mindenki. Hogyha ezek után azt kérdezem képviselőtársaimtól, hogy van-e a mai kiküldött, illetve a javított anyaggal kapcsolatban kérdés, vélemény, van-e más javaslat, hogy valamit fölvegyünk-e a testületülésünkre napirendi pontként. Ha nincs, akkor jelenkezőt nem látok, monitoron se, akkor kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzunk, hogy ma ezeket a napirendi pontokat tárgyaljuk-e meg. Köszönöm szépen. A képviselőtestület egy hangulat támogatta a napirendi pontok megtárgyalását. Rátérnénk az első napirendi pontunkra, ami három részből áll. Az első napirendi pont első része tájékoztatta a két ülés közötti tevékenységről. Képviselőtársam, amit kérdezem, hogy az első napirendi pont első részéhez kérdés van-e? Köszönöm szépen. Kérdéssel két képviselőtársam jelenkezett. Először Ander István képviselőtársamnak adnám meg a szót. Tisztelt polgármester úr, nem konkrétan ehhez kapcsolódik, de mindenképpen föl kell tennem a következő kérdést. A képviselőtestület 2015. februári testületi ülésén a 25/2015-ös számú határozatával
döntött arról, hogy a Dráva Pólus üzletházba bérbe veszünk egy helyiséget, és ezt bérbe adjuk az ifjúság szórakoztatására, annak biztosítására. Mik a tapasztalatok, és hogyan alakult ennek a költségvetési vonzata, kiadás bevételi oldal? A másik kérdésem, hogy a májusi testületi ülésen fogadtuk el, hogy az 520/2 helyrajzi számú ingatlanunkból 10.000 négyzetmétert bérbeadunk a Donna Trend Kft. Részére. 5 évre, mikor lesz gombaüzem Barcson? Kérdezem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kisem János Attila képviselőtársamnak adom meg a szót. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, látom, hogy sok emberrel folytottál beszélgetést, és igazából itt többekkel kapcsolatban látom, hogy igazából ez a városunknak a jövőjét milyen érintő kérdések, illetve lehetőségekről beszélgettél. A múlt hónaphoz képest esetlegesen látom, hogy Százfalvi képviselőről beszélgettél. Újabb pályázati lehetőségek vannak-e? Látom, vagy hallottam, és örömmel tapasztalom, hogy akkor a hatos útunk valamelyest talán szélesedni is fog, és jobb lesz a minősége. Egyéb olyan új pályázati lehetőségünk, illetve a Dráva projektről esetleg, hogyha valamit még tudnál a közvéleménynek elmondani, nagyon szépen megköszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Más képviselőtársam nem jelentkezett, megpróbálok válaszolni. Hander képviselőtársamnak azt a választ adom, hogy ez a szerződés most is él a Pólusban. Azt, hogy ez mennyire közkedvelt vagy nem, ezt én nem tudom megmondani. Ugye néha mennek, néha nem, van, amikor többen vannak, van, amikor kevesebben. Én úgy tudom, hogy pillanatnyilag úgy tudom, hogy rendezve van a bérlő és a köztünk lévő bérleti díj. Mi természetesen rendezzük a Pólus fele. Meg fogjuk vizsgálni, ugye most járt le tulajdonképpen durván egy év, kettő év. Meglátjuk, hogy mennyire közkedvelt, és mennyire kell más programokat is bevinni, vagy egyáltalán erre szükség van-e. Ezt majd eldönti a testület, és eldöntik azok a vélemények, amit megkérünk a fiataloktól, hogy mennyire van rá igény. A vállalkozó nem olyan nagy elánnal jött be, ő úgy érzi, hogy ez nem annyira megy már, tehát a maga a diszkó, ami alapján ez ment, nem annyira közkedvelt, vagy valamiért nem úgy megy, ahogy kellene. Én úgy gondolom, hogy végig kell vele beszélni, és a programokat, hogy mit akar letenni, mi az, amit akar csinálni, ezt le kell egyeztetni, mert természetesen csak azért, hogy kiadjuk, az nem jó nekünk, mert ennek nem sok értelme van, tehát nekünk is gondolkodni kell abba, hogy tudjuk most már nem a vállalkodón keresztül, vagy a vállalkodón keresztül megszólítani a fiatalokat, hogy lehet bevinni. Lehet, hogy az iskolákkal le kell ülni, lehet, hogy azokkal a diákokkal le kell ülni, tárgyalni, akik ebbe részt kívánnak venni, aki véleményt akar mondani. Én úgy gondolom, hogy erre van lehetőségünk, és ezt be fogjuk hozni. A második kérdésre ugye ott már egy kicsit nehezebben tudok válaszolni, mert ott volt egy kis probléma, tehát maga a pályázóval volt gondunk, nem találtuk meg. Úgy tudom, a jegyzőasszony valahol megtalálta, elérte interneten, külföldön van. Azt tudom, mert figyelem, hogy a pályázatot kiírták erre. Tehát erre a projektekre, tehát erre a gombatermelésre és egyéb más dologra kiírták. Én még egyelőre nem tudtam tárgyalni az illetővel, bízunk benne. Egyelőre csak reménykedni tudunk, tehát nem tudok semmi konkrétat mondani. Nincs olyan előrelépés, amelyik azt a előszerződést, amelyik ugye egyrészt bérleménybe adta ki az egyik részét, a másik részét meg arra, hogyha fejleszteni akar, akkor azt fenntartjuk neki az első részén meg, hogy ő megépíti először bérleményen, és utána meg is vásárolja ezt a területet. Én úgy gondolom, hogy ennek folytatása lesz. Két fele mehet el a folytatás, vagy az, hogy a vállalkozó visszalép, ez is előfordulhat, akkor másba kell gondolkodnunk. Természetesen már gondolkodtunk ezen a területen, hogy mit lehetne csinálni, mivel ez a mi területünk, és ugye vannak elképzelések, és a fejlesztések között van olyan fejlesztés, amit nyugodtan oda lehetne tenni, és ott nem zavarna, sőt, kimondottan jó lenne. Ebből van több is, ugye, akár termelőüzemben, akár csak mondok egy projektet, amit el szeretnénk, illetve előkészítés alatt van, erre még nem írtak ki pályázatot, mondjuk a
napelemes erőműnek az oda telepítése, csatlakozása, minden. Tehát gondolkodunk mi abba is, hogyha megvalósul, örülünk neki, hogyha nem valósul, meg mit tudunk a helyére betenni projektet. Tehát ezt tudom mondani képviselőtársamnak. Nincs kikristályosodva ez a dolog. Örülnék neki, hogyha azt tudnám mondani, hogy igen, beadták a pályázatot, megnyerték és megépül. Ez lenne a legjobb. De hogyha nincs, akkor van egy második verzió, amit elképzeltünk és oda próbálunk tervezni. Jánosnak mondanám, hogy pályázat rengeteg van, tehát pályázat előkészítés alatt nagyon sok van, ha valaki bejön, akkor ezeknek a bővítése is nagyon sok. A dráva projekt az kétféleképpen megy. Egyrészt a kiírt pályázatoknál beadjuk tételenként, tehát mondjuk kikötő, mondjuk sóraktár, mondjuk bicikliút. Ebből az egész dráva projektből a két bicikliútunk lóg ki, mert ez IPÁS program, tehát határon átnyúló program, és ez folyamatában van, tervezés alatt van, tehát úgy néz ki, hogy rendben van. Éppen a múlt héten szerdán egyeztettek a szakemberek egymással a túlsó oldalon, tehát a hidon túlról, Horvátországban, és úgy néz ki, hogy rendben van. Rendben vannak a partnerek, rendben vagyunk mi. Az egyiknél ugye a Vidra vezetőpartner, ez az Euro Velos, tehát a hidon átjövő és Tamásig menőút, a másikban Valsváros a projektvezető, tehát nekünk van dolgunk, hogy ezt előkészítsük, és ezt a másik oldalra szopjéval az ő programjukat is bevonva megvalósítsuk. Úgy néz ki, hogy ez is halad a maga útján, tehát rendben van, azt tudom mondani, hogy ez sokkal jobban áll. Tehát ez nem az előző projekt, ez egy új, ami azt mondom, hogy teljesen rendben van. Idő arányosan is halad a maga útján. Én úgy gondolom, hogy ebbe előrelépés lesz. Maga a dráva projekt ugye, akár helyben nézzük azokat a pontokat, amit beadunk ugye a topos és egyéb fejlesztési lehetőségekbe, mert szeretnénk megvalósítani, itt mondhatnám azt, hogy a fürdőhöz kapcsolódó, a drávához kapcsolódó, akár a kiállítóhelyhez kapcsolódó fejlesztések, ezek pontonként is be vannak adva, de most készül, és úgy néz ki, hogy péntekre már a bővített is elkészül a dráva projekt, amelyik egy nagy területet ölel föl, és pontokba, tehát magába a turizmussal kapcsolatos pontokat fejleszti. Ugye ez természetesen ehhez kapcsolódik a hajózás, tehát maga a hajó és abban kapcsolatos, és a drávával kapcsolatos rész kapcsolódik a szabadstrand, ennek a fejlesztése, akár ott egy új kikötőnek, mert ugye most még egyeztetés alatt van, hogy a vízisportokat hol engedik meg, mert a híd maga, a híd láb az befolyásol sok mindent, tehát lehet, hogy a híd láb alatt, akkor ott egy sportkikötő, amelyikben mondjuk a különböző motorcsónak zsetszki kiköthet, és egy tároló, ebbe is egyesség van, hogy az ott lévő karikót kitisztítva, az átfolyást biztosítva, legalábbis közepes vízállásnál már biztosítva tudnánk tárolni, mert az egy biztonságos hely ma pillanatnyilag elhanyagolt. De ennek van több folytatása, ugye itt a hajóval kapcsolatos a Duna-Dráva Nemzeti Parkos Egyeztetés, amit végig csináltunk, és támogatás van benne, hogy akár a Szentborbási fölépített Duna-Dráva Nemzeti Parkos pihenőházat, oktatóközpontot, vagy a Dráva-Tamási Oktatóközpontot használhatjuk, és arra szervezhetünk utakat úgy, hogy akár ők adják az embert, akár mi, akár egy egynapos vagy félnapos túrát is tudunk ide tervezni. Tehát ez a dráva projekt hosszabb, hogyha följebb jövünk, a strandhoz kapcsolódó részeknél ugye úgy néz ki, hogy mégiscsak egy komplett programba be tudjuk adni akár a szállodaépítést, legalábbis idáig jutottunk el, akár azt, hogy a reumatológiát ki tudjuk hozni eredeti tervünknek megfelelően a lányiskolához. Ehhez természetesen az kell, hogy az a csomag, amit most állítanak össze a szakembereink, tehát a hivatalnokok, és a felkért, a szerződött partnerünk pedig megteszi azokat az összefésüléseket, ami ehhez kell. Én úgy gondolom, hogy ezt be kell adnunk egy kormány fele egy kiemelt projekt kérést, hogy támogassák. Talán arra esélyünk, erre nem tudok mit mondani. Ha azt megnyerjük, ugye, akkor még mindig nincs baj, mert akkor esetleg a megnyert topos fejlesztéseket kivesszük belőle, és a többit megvalósítjuk. De én úgy gondolom, hogy egy komplett projektet kellene nekünk megvalósulni, amelyiket, hogyha végignézem, akkor számot nem akarok mondani, mert még egyelőre nem kristályosod ki, de ez több milliárdos beruházás, amelyiket külön kormányzati pénzből kérünk. Azt is megmondom, hogy miért. Ugye mindenki tudja, és ebbe küllódtunk, hogy az uniós forrásokból nem lehet szállodát fejleszteni, ami alapvető program. Ugye nem lehet egyéb olyan dolgokat, amit az unió nem enged. Ebbe a projektben, mivel ez
kormányzati támogatású, nem uniós pénz, bármit megcsináltunk. Ezért tudjuk beletenni a fürdőfejlesztést, ezért tudjuk beletenni a reumatológia áthelyezését, ezért tudjuk azt, hogy a lányiskolából szálloda legyen, hogy a zsidó templomból, bocsánat, az otthonáruházból, mindegy, hogy mit mondunk, egy komplett, hogy mondjam, kulturális központ legyen, amelyik csatlakozik ehhez, és még egy csomó dolgot beletettünk, mert szeretném, hogyha ugyanúgy, mint ahogy a Tamásitól lefele első része, mindenki tudja, hogy az ősdráva programban is sok minden megvalósult, a drávának van felső folyása is, az én véleményem, úgy gondolom, hogy ezt meg kellene csinálni, tehát ebbe sok mindent beleteszünk. Én bízom benne, hogy támogatják ezt. Természetesen ez nem annyit jelent, hogy hónap-hónap után ide kerül. Ettől még a futó programjaink, hogy most pontszerűen mondjuk a drávai kikötőt meg kell csinálnunk, ugye engedélyt kell rá szereznünk, ez megy. Ennek az átépítése, ugye ez most, hogy meg kell csinálnunk, vagy nem kell megcsinálnunk, ez egy külön kérdés, mert ugye, hogyha most azt mondják, hogy a sportolást a hídon túl, tehát a sarkantyún túl, a szabadstrandon túl engedik, akkor ott kell egy csónak kikötőt, egy kishajó kikötőt megépítenünk. Tehát úgy gondolom, hogy ezekben mi a lépéseket megtesszük, és folyamatosan tárgyalunk. Ugye csak arra utalok, hogy ha nem teszünk semmit, akkor nem jutunk előre, de hogyha az ember elég sokszor elmondja, és azokon a helyeken, ahol kell, akkor ugye azért a hatos felújítás, amelyik azért nagyon messze volt tőlünk, és még ezelőtt fél éve mindenki azt mondta, hogy felejtsük el, ugye most már úgy néz ki, körvonalazódik, hogy ebbe az évbe, tehát 2016-ban be is fejeződik. Tehát egy komoly minőségi javulás jön. Én úgy gondolom, hogy a drávával kapcsolatos, a dráva eladhatósága, és hogyha úgy nézzük, hogy a Balaton és a tengerpart között mi vagyunk egyedül vizes hely, mi vagyunk egyedül bemutatható részekkel lévő attrakciókkal helybe, azt, hogy a strandunkat tudjuk fejleszteni, ugye itt csak elmondanám, hogy ebbe a fejlesztési tervbe csúszdáktól kezdve új medence és egyéb olyan dolog van, és télen-nyáron használható. Annak a helyén tervezünk a reumatológia helyén egy teljesen más jellegű téren is használható gyerekprogramokkal ellátott. Egy másik öltözőt szeretnénk, amelyik az iskolásokat és a sportolókat tudná fogadni, és nem zavarnák az éppen a fürdőre érkező, pihenni vágyó embereket. Tehát úgy gondolom, sok mindent átgondoltunk, sok mindent, de ez ide fog kerülni a testület elé, ugye mielőtt beadjuk a kormány fele. Én bízom benne, hogy megtaláljuk azt az utat, hogy ezt a kormány a saját erőforrásból támogassa. Hogyha ezt nem teszi meg, ugye, akkor nagyon komoly problémák elé nézünk, mert minden fejlődés, minden fejlesztésünk akadálya lesz a szálláshely. Ugye, és hogy ez az alapvető, amelyikért én úgy gondoltam, hogy egy úgynevezett Borsa-Dráva fővárosa és magát a folyónak a Dráva Tamásitól, tehát az ősdrávához nem kapcsolódó részét be kell vonni ebbe a fejlesztésbe. Tehát úgy gondolom, hogy ezeket mondanám most el. A közepén vagyunk, úgy néz ki, hogy pénteken, de legkésőbb hétfőre ez a program összeáll, utána ez megy tovább ahhoz a szervezethez, amelyik ezt összefésüli, és az, amelyik megírja hozzá azt a lobby szöveget, ami kell hozzá, és hát utána jön a mi munkánk, amikor menni kell kísérni ezt odáig, hogy ebből támogatott beruházási lehetőség legyen. Én ennyit kívánok elmondani, de természetesen ebben még foglalkozunk tovább. Ez egy aránylag nagy projekt, ezért mondtam, hogy milliárdos projekt, tehát én úgy gondolom, hogy erre még vissza fogunk térni, mert természetesen csak a testület jóváhagyásával mehetett a kormány elé, mert hiába viszem oda egyedül, ez nem megy, sőt, ennél több. A többi testületnek a döntése is kell, amelyik a dráva mellett végig van, mert nem csak Barcsba gondolkodunk, hanem úgy, ahogy kivisszük Szentesig, úgy ki lehet vinni Babócsáig, Péterhidáig, és ott is megmutatni a dráva mellett lévő értékeket. Tehát ebbe próbálunk lépni, nem kis munka, hangsúlyozom, csak a szervezése maga nem kis munka, de ha nem csináljuk, akkor itt fogunk topogni még 10 év múlva is, meg 20 év múlva is. Hogy mondjam, nyalogatjuk a sebeinket, hogy miért nincs nekünk. Mondhatom én azt, hogy nincs szállodánk, elrontotta valaki, nem csinálta meg, de ebben nem lépünk előre. Tehát nekünk azt az utat kell megtalálni, amikor mi ezeket a dolgokat, mindegy, hogy ki, mikor, mit csinált, ezt most pótolni tudnánk. Ez egyfajta lehetőség, én úgy gondolom, mert 20 az uniós pénzekből ezt nem tudjuk megcsinálni. Mi ebbe próbálunk lépni, természetesen kérjük a testület támogatását, mert hát ennélkül nem is csinálhatjuk, és a többi testület támogatását is. Bocsánat, hogy ilyen hosszú voltam, de ez a program, ez nagy, és hogy mondjam,
hónapok óta dolgozunk rajta, ugye, mert egy félig kész programma nem lehet a testület elé állni, és nem lehet elmondani. Én úgy gondolom, amikor ez aktuális lesz, akkor ide fog kerülni, és az is, hogy mit fogunk a kormány elé terjeszteni, hogy saját pénzből támogassa, mind ahogy a hatos utat is ugye most ebből a pénzből, ebből a saját forrásból, mert ugye ilyen utakra nincs pénz, nincs uniós forrás, de mégiscsak megoldották, hogy magyar pénzekből, saját pénzekből mégiscsak azért egy fejlesztés lesz, amit jobban tudunk. De ennek van folytatása, ugye a 67-es, tehát ez egy komplex összefüggő valami, amelyik én úgy gondolom, hogy sokat segít rajtunk. Tehát a 68-as és a 6-os már lényeges előrelépést fog jelenteni a város életében, az, hogy megközelíthetőben vagyunk, könnyebben ide jönnek, jobban igénybe tudják venni a szolgáltatásainkat, amit mi tudunk nyújtani, ehhez természetesen a szálláshelyek az, amelyik a legnagyobb akadály, és ebbe mindenképpen szeretnék valamit előrelépni, mert különben kalorába vagyunk zárva. Köszönöm szépen. Ezek voltak a kérdések, vélemény van-e a első napi rendi pont első részével kapcsolatban? Hogyha nincs, akkor szavadásra kerül. Balázs, akkor időben nyom meg, nem voltál fent. Akkor parancsolja a polgármester. Köszönöm a szót, polgármester úr. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, sokáig elmélkedtem azon, hogy szót érjek-e a mai napon, de mind a város alpolgármestere nem mertek elszólni nélkül a történtek mellett. Egy volt képviselő, aki évekig volt a városi jogi bizottságának az elnöke is nemes egyszerűséggel lemigránsozott egy barcsi képviselőt. Egy olyan barcsi képviselőt, aki egyben betélytársa is volt neki, és a választáson vereséget szenvedett tőle. Ezzel megsértett más barcsi képviselőt is, vagy annak hozzátartozóját, illetve a Magyarországon élő külhoni magyarokat, akik hosszú évek óta élnek Magyarországon, beilleszkedtek, gyógyítanak, tanítanak, és ide fizetnek adót, amely adóból magyar állam nyugdíjakat, más szociális ellátásokat tud biztosítani. Sok esetben magasabb elvárásoknak kell megfelelniük, mint az itt született magyaroknak. Mint alpolgármester közreműködök állampolgári eskütételnél is. Hogyan nézhetnék azoknak a szemébe tiszta lelki ismerettel, akik előttem elmondják az állampolgári esküt? Én a jó érzésű választópolgárok nevében megkövetem a sértetteket, és bocsánatot kérek tőlük. Köszönöm. Köszönöm szépen, alpolgármester úr. Én összességében egyetértek ezzel, és úgy gondolom, hogy ezeket a szélsőségeket nekünk nem kéne figyelembe venni. Ugye itt nevet nem mondunk, de mégiscsak mindenki tudja, kiről van szó. Tehát ezek a dolgok nem illenek bele a város képébe, nem ezt szeretnénk csinálni. Én úgy gondolom, a képviselőtestületnek nem ez a dolga. Inkább az a dolga, hogy összefogva azokat a célokat érjük el, amit kitűzünk magunk elé. Sajnos tanácsnok asszony is elmondta, hogy volt, aki a hajó elnevezéséből bohózatot csinált. Természetesen ezek benn vannak a pakliban, mindenkinek szíve joga, véleménynyilvánítási szabadság van. Az, hogy figyelembe veszük, vagy nem, az a testületnek a döntésén múlik. Úgy gondolom, hogy ha ő nem tette meg, akkor alpolgármester úr megtette a bocsánatkérést, nem a városhoz illő, nem a városhoz méltó, és nem a városi emberekkel kapcsolatos, hogy mondjam, viselkedési mód az, amit egy pár ember csinál ebben a városban. Én úgy gondolom, hogy nem kellene, de gondolom, hogy majd tisztázódik, majd talán beállnak abba a sorba. Én bízom benne, mert ugye én egy bizakodó ember vagyok, amikor belátja, hogy az ellenségeskedés, az irigység, a másiknak a megkiabálása az nem mindig visz előre, az csak hátrahúz. Én úgy gondolom, hogy a nem támogató a kritikus vélemény, az, amelyik mögött van érv, érték, az úgy gondolom, hogy rendben van. Az az ember, aki ezt mondta, ugye, az még életében ezekben a dolgokban nem vett részt, de véleménye van, és ezt én tiszteletben nem tartva, egyet nem értve vele, elolvassuk és azt mondjuk, hogy rendben van, egy ember véleménye. Én köszönöm szépen a polgármesternek úrnak, hogy ezt elmondta. Én, mint polgármester, ezt nem akartam felhozni, ugye ez részben már politika. Abban ellenben teljesen igazán a polgármesternek foglalkozni kell vele, akkor is, hogyha nagyon kevesen vannak, akkor is, hogyha egy-két embernek a magánvéleményéről van szó. Én úgy gondolom, hogy képviselőtestület tudomásul veszi, mást úgy se tudom csinálni. Továbbra is úgy ott kezeljük, és annan a szinten, ahol kell ezeket a véleményeket. Én úgy gondolom, ez a képviselőtestület alkalmas arra, hogy
a szélsőségeket lefaragva a dolgokat tudja kezelni, és a helyén tudja kezelni. Köszönöm szépen a polgármester úr. Akkor a vélemények után, mivel jelenkezőt nem látok, szavazásra került sor, kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzunk. Köszönöm szépen az első napi rendi pont első részét. Képviselőtestvérek egyhangúan támogatna. Rátérnénk a második részére. Egy jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy kérdés van-e a napi rendi ponttal kapcsolatban. Jelenkezőt nem látok, vélemény. Jelenkezőt itt sem látok. Szavazásra kerül a sor, kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak. Köszönöm szépen a képviselőtestet, egy hangulat támogattam. Rátérnénk a harmadik részére az első napi rendi pontnak. Beszámoló az átruházott hatáskörbe hozott döntésekről. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kérdés a harmadik részhez van-e? Jelenkezőt nem látok, vélemény. Itt se látok jelenkezőt. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzunk a napi rendi pont harmadik részéről. Köszönöm szépen, képviselőtestület egy hangulat támogatta a harmadik részt is. Rátérnék a második naprendi pontunkra. Balsváros önkormányzata 2015 évi gyermekvédelmi tevékenységnek értékelése. Bizottságok tárgyalták, a Jogi Egészségügyi Bizottság véleményét kérném. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, a Jogi Egészségügyi Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta napi rendi pontot, és a beszámolóval 6 igen egyhangú szavazattal egyetértettünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Oktatási Művelődési Sportbizottság véleményét kérném. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársak, bizottságunk, az Oktatási Művelődési és Sportbizottság is megtárgyalta az előterjesztést, és 6 igen szavazattal egyhangulat támogatjuk, javasoljuk a testületnek elfogadásra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Képviselőtársainktól kérdezem, hogy kérdés a napi rendi ponttal kapcsolatban. Egy képviselőtársunk jelentkezett, Ander Istvánnak megadom a szót. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, köszönet és elismerés illeti a előterjesztést kidolgozókat az alapos, őszinte hangvételű munkájukért és precíz munkáikért. Az adatokból egyértelműen kiderül és látható a demográfiai hanyatlás, azt kell, hogy mondjam, hogy megrendítő képet mutat. Tisztelt polgármester úr, ha látjuk, hogy 2007 és 15 között milyen számokat mutat itt az anyag, akkor mi az oka annak, hogy sorra elutasítják a többség a Jobbik javaslatát, hogy ne csak visszafelé, de előre tekintve is megvizsgáljuk a város népesedési folyamatait, hiszen erre lehet, én úgy gondolom, a jövőt építeni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Más jelenkezőt nem jártok a kérdésekhez. Én úgy gondolom, hogy ezt vizsgálják a népesedéssel foglalkozó hivatalok. Úgy gondolom, minden adatot megkapunk. Nekünk nem az a dolgunk, hogy ezt vizsgáljuk, az a dolgunk, hogy azt a közeget, azt a hátteret teremtsük meg, legyen munka, ne kelljen elmenni Barsról. Próbáljuk őket képezni, azokat az embereket, akik képzésre szorulnak, és akkor lesz népesedés. Ugye sok mindent megtesz a kormány ahhoz, hogy a családpolitikát segítse, sok támogatást ad. Mi ezeket nem tudjuk megadni, de képviselőtársam is tudja, hogy nekünk erre nincs anyagi lehetőségünk. Örülünk, hogy azokat az embereket, akik rá vannak szorulva, és napi megélhetésekkel küszködnek, napi
számlák kifizetésére küszködnek, azt a segítséget, ami részünkről lehetséges, azt megadjuk nekik. Én úgy gondolom, a népesedés politika, tehát a gyerekek születésének a száma, az tőlünk független, magasabb szinten dől el ezek a támogatások. Azt, hogy mi mit tudunk-e tervezni, vagy tudunk-e egyáltalán tervezni azt, hogy mi lesz 5 év múlva, 10 év múlva, úgy gondolom nem. Úgy gondolom, mi azt tudjuk tervezni, hogy milyen fejlesztéseket csinálunk, mik annak a hatásai, hogyha azok bejönnek. De ugye ezt csak akkor tudjuk tervezni, amikor megnyertük és megcsináltuk és működik. Ma azt tudom mondani képviselőtársamnak, hogy mi figyeljük ezeket az adatokat. Balcson már a régihez képest, tehát a régi idő, előbbi időkhöz képest fönnáll a kettősség. Ma Balcson van egy munkaerő felesleg és egy munkaerő hiány. Hogyha megnézzük, akkor azt látom, hogy szakmunkásokból kegyetlen munkaerő hiány van, nagyon sokat tudnánk elhelyezni. Nagyon sokat, hangsúlyozom. Csak a húzó vasas szakmába egy csomót tudnánk elhelyezni, pillanatnyilag olyan 15 lakatosra van igény, amit bejelentettek, hogy hátha tudunk. Ma azt látjuk, hogy a térségből hordják be a szakmunkásokat az emberek, a vállalkozások. Én úgy gondolom, ez mindenhol így van, és szakmunkásban így állunk, hogy már munkaerő hiány van. Ennek biztos sok oka van, ezeket is vizsgáltuk, hogy elmentek már valamikor átmenetileg, itt tényleg nem volt munka, most már lenne, de nem jönnek vissza, mert már valahol gyökeret vettek. Ezek komoly problémák, ugye, de Balcs még mindig másik városhoz képest nem vesztett a létszámából, hangsúlyozom. Az más kérdés, hogy átstruktúrálódott, de nem csökkent Balcs városának a létszáma. És ez egy fontos dolog, ezt is vizsgáljuk. Azt, hogy mi ezért mit tudunk tenni, most is azt mondom, hogy a lehetőségeket, a hátteret próbáljuk megteremteni ahhoz, hogy azok az igények, amik megvannak, azok ki legyenek elégítve. Ugye ennek a másik oldala, hogy rengeteg munkanélkülünk van, ezek általában ki kell mondani, ugye a képzetlen munkaerő, amelyikkel nem tudunk mi kezdeni, és közmunkába tudjuk nagyrészt foglalkoztatni, és az a réteg, amelyik hosszú időn keresztül nem végzett munkát, és most se akar. Hangsúlyozom, ezt is el kell mondani, hogy van olyan réteg már Balcson is, aki nem is akar dolgozni. Nem is akar dolgozni. Ilyen is van. Én úgy gondolom, hogy ez komoly probléma, ezeket próbáljuk kezelni, tehát a mi dolgunk ez. Azt utána jön az, hogy születnek-e gyerekek. Természetesen, hogyha ezeket biztosítjuk, és ezek a dolgok már megváltoznak, hiszen a programokat, a pályázatokat azért csináljuk, hogy ez változzon meg, akkor valószínű, hogy a családok jobb körülmények közé kerülnek, és a gyereket is biztosabban vállalják. Hogyha csak azt nézzük, és amit teszünk azért, hogy a családoknak a feje fölött legyen épület, és ezt próbáljuk eladni. Ez is egy fontos dolog, mert ugye most én mondanám azt, hogy biztosítunk egy helyet, ugye rossz indulatú azt mondja, hogy ebbe is röghöz kötik az embereket. Tehát kaptam már ilyen véleményt is. Ugye én úgy gondolom, hogy nekünk az a dolgunk, amit most csinálunk, és azt kérem képviselőtársaimtól, hogy a fejlesztéseket mindenképp csináljuk meg, munkahelyek ezzel teremtődnek, és akkor vissza tudjuk hozni azokat az embereket, akik rossz nyelvek szerint nagy része külföldön van, ilyen is van, tudok, de most éppen tárgyalok nem is egyen, hanem többen, aki szívesen hazajönne, és úgy néz ki, hogy tudunk neki munkát adni. Én úgy gondolom, hogy ez a mi feladatunk. Azt, hogy vizsgáljuk a népesedés arányát, változását, fogyását, ez nem a mi feladatunk. Erre van állami szerv, amelyik pontosan az adatokat mediktálja, pontosan megmondja, hogy Balcson hogy állunk, mint állunk, és ez nem kevés pénz, hangsúlyozom. A városnak most is azt mondom, hogy nem erre kell költeni, ezeket a pénzeket inkább olyan fejlesztésekbe, olyan beruházásokba kell költeni, amelyiknek hozadéka van, és ezt a fajta trendet meg tudjuk változtatni. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt kellene csinálnunk, amit most csinálunk, és azt a vizsgálatot bízzuk azokra a szervekre, akik ezt folyamatosan csinálják, és közlik velünk, hogy hogy állunk, mint állunk, nem állunk jól. Mindenki tudja, hogy hosszú időn keresztül, mióta a rendszerváltás megtörtént, ugye LHH-s térség vagyunk, és még ma is LHH-s térség ez, amelyiknek van előnye, de van rengeteg hátránya. Ellenben, hogyha megvizsgáljuk azokat a szegmenseket, hogy ma pillanatnyilag hogy struktúrálódott át a munkaerőpiac, ugye akkor azt látjuk, hogy jó fele megyünk. Sajnos még hosszú ideig a nagyon alulképzettekkel nem tudunk előrelépni gyorsan, de ugye, hogyha a város erőfeszítéseit nézzük, akkor hogyha azt mondom, hogy a képzőközpont, amelyik a bíróság épületéből jött létre, és egyéb dolgok, akkor ezek mind arra mutatnak, hogy próbálunk rajta segíteni, próbálunk tenni azokért, akik tulajdonképpen a képzetlenségük miatt nem tudnak eljelzni. Azokkal
nem tudom, hogy mit tudunk kezdeni, de biztos azon is kell gondolkodni, hogy akik beálltak egy bizonyos szintre és a szociális segélyből akarnak megélni. Azért ebbe is léptünk előre, mert nem látják azt a képviselő társaim, hogy reggel 50 ülnek a folyosón, ami 2010-ben az volt, hogy 20-an legalább ültek a folyosón reggel a polgármester ajtaja előtt, és segélyt kértek, mert akkor ez ment. Ma ott állnak az ablak előtt, beadják a papírokat, megvizsgáljuk, és akinek tudunk, mondom, segítünk, aki rászorult, annak feltétlenül segítünk, még akkor is, hogyha bele kell erőszakolni a jogszabályba. Tehát én úgy gondolom, hogy jó fele megyünk, azt nem tudom megígérni, hogy ebbe a ciklusba vagy nagyon gyorsan ebbe lépést tudunk váltani. És azt meg én nem javasolnám, én személy szerint nem javasolnám, hogy mi ilyen népesedés politikával úgy foglalkoznánk, hogy mi mérnénk ezeket. Mi azt tudjuk tervezni, hogy a hátteret javítsuk, a munka lehetőségeket javítsuk, az otthonhoz jutást, tehát hogy mindenkinek legyen lakása, lehetőleg nem svájci frankos banki kölcsönnel, ugye, akkor azt mondom, ezen is tudunk segíteni, de a város dolga az, hogy ezt úgy vizsgáljuk, hogy utána mi ebből messze menő általunk nem befolyásolható következtetéseket vonjunk le, úgy gondolom, ez nem a mi dolgunk. Ezt tudnám válaszolni képviselőtársamnak. Véleményeket kérnék. Ander István képviselőtársamnak megadnám a szót először. Hát még egyszer elmondom, köszönöm az előterjesztőknek ezt a munkát. Továbbra is azt mondom, hogyha előre akarunk menni, hogy nem csak a mögöttünk lévő, hiszen ez adatokról van szó ebbe az anyagba, az elmúlt évek adatairól 2007 és 2015 között. Én úgy gondolom, hogy ezt meg kellene fordítanunk, tovább is az a véleményem van, hogy a népességi folyamatokat nekünk vizsgálni kell, hiszen erre lehet a jövőt építeni, nem a másra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Remes Gábor képviselőtársamnak adnám meg a szót. Tisztelt polgármester úr, képviselőtársaim, én ennek a témának a kapcsán egy dologra szeretnék kitérni. Most már évek óta működik egy iskolarendőri rendszer az országban, így híresült el a köztudatban, hogy iskolarendőr. Ez a hangzásával ellentétben én úgy gondolom, hogy egy nagyon pozitív dolog, és itt szeretném megköszönni bizonyos Szabó László polgártársunknak a nagyon lelkiismeretes és nagyon odaadó munkáját, úgyhogy ha itt javulnak a gyermekeket érintett bűnesetek statisztikai adatai, akkor ebben neki elévülhetetlen érdemei vannak. Én innen is szeretném ezt megköszönni neki. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szalai Balázs alpolgármester. Tisztelt képviselőtestület, polgármester úr távai létében a jogi bizottság ülését én vezettem le. Ott még az anyag a sok számhalmozva tartalmazott egy-két hibát, amire már most a mostani képviselőtestületre ki lettek javítva. Én szerintem ez egy nagyon jól elkészített anyag, mindenki lelkiismeretesen részt vett, mert kérem a képviselőtestületnek elfogadásra javaslom. Köszönöm szépen. Vekeri Józsefnének adnám meg a szót. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! Én néhány gondolatot szeretnék itt ennek kapcsán megosztani veletek, és nyilván a nézőkkel is, és utalnék vissza Ander képviselőtársamnak a köszönöm szavaira. Én is szeretném a köszönetemet kifejezni ezért az anyagért, de nem csak az elkészített anyagért. Én hosszú-hosszú évek óta ezen a területen, akár mint képviselő, akár mint bizottságban lévő tag, akár mint régebben gyermekvédelmi és az iskolában tevékenykedtem, én tudom, hogy ez mit jelent, milyen háttérmunka van mögötte, és hogy mekkora nagy szükség van arra, hogy ezt így folyamatosan figyelve és irányítva és összefogva tegyék a dolgukat a szakemberek, és nyilván akik ebben ténykednek. Úgyhogy az anyagra vonatkozóan elismerő szavakat szeretnék megfogalmazni köszönet érte, és mindazért a munkáért, akik ebben tevékenykednek folyamatosan, de itt minden szakembert is beleértek, és akik együtt dolgoznak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Más
véleményében teljesen jelenkezőt nem látok, akkor megpróbálok néhány szót mondani. Természetesen köszönöm ezt a munkát, amelyik tulajdonképpen tükrözi azt, hogy Balcs mit tesz azért, hogy a gyermekvédelemmel kapcsolatos dolgokat ellássa. Én úgy gondolom, egy nagyon precíz anyag, volt benne néhány pontatlanság, akár intézmény részéről, volt olyan intézmény, amelyik durván kétszer próbálta elszámolni a létszámot, ugye nem akarom mondani, hogy melyik ez, de ugye ezen kívül ez az anyag ez teljesen jó, biztos, hogy tévedés volt csak, és én is köszönöm a testület nevébe ezt a munkát. Remes képviselőtársammal teljesen egyetértek, ugye az Ander képviselőtársamnak elmondom, mi használjuk ezeket az adatokat, amit az állami szervek mérnek, mert ugye ezért próbáltuk azt, és van koncepció arra, hogy hogy tartsuk itt az embereket, ezért volt az, hogy az iskola rendszerből nem engedtünk, hogy bármit is elvigyenek, bármi megszűnjen, bármit leépítsenek, mert úgy gondolom ez az alapja annak, hogy a már ilyen korú gyerekek itt maradjanak, kötődjenek a városhoz. Ugye azt, hogy hány gyerek születik, azt abba tudjuk befolyásolni, amit elmondtam, hogy a munkahelyeket, a gazdasági dolgot emeljük, tehát jobbá tesszük. A nagyon alulképzetteknek képzést biztosítunk, most ezt, hogy a most épülő képzőközpontba, tehát a bíróság épületébe vagy máshol, de ehhez komoly programok vannak, pályázati pénzek, amit természetesen megcsinálunk, ugye, de ezért lett létrehozva az az egyesület, amelyikben ugyancsak próbálunk segíteni annak a rétegnek, amelyik nagyon le van csúszva. Azzal a réteggel, amelyik nem is hajlandó együttműködni, dolgozni, abba is kell kezdeni, az is Balcs lakosa, tehát azt meg támogatni kell, amennyire lehet, de csak annyira, amennyire lehet és amennyire muszáj. Mert ugye én most is azt mondom, hogy munkanélkül ne adjunk lehetőséget, munkanélkül ne adjunk olyan pénzeket, hogy eljussunk odáig, mint régen volt, hogy aki munkanélküli segélyből, meg mindenféle támogatásból összeszedte a pénzt, az többet keresett, mint a minimálbér. Csak, és nem is kellett annyit utána járni. Tehát ez a helyzet még egyszer nem állhat elő, mert ez szülte azt, ami most van. De látva azt, hogy mi mindent megteszünk, úgy gondolom, figyelembe véve azokat a statisztikákat, amit az állami mérésből kapunk, ugye én úgy gondolom, hogy megteszünk mindent. Megteszünk az iskolarendszer védelmét, megteszünk azt, hogy továbbképzést próbálunk adni az alulképzetteknek, ahogy a szakmunkás képző a megyébe a második legnagyobb szakmunkás képző, és ez nem egy utolsó szempont, egy hátrányos térségben alapvetőnek gondolom, mert ahogy beszéltünk, a szakmunkásokból van a legkevesebb, tehát abból olyan hiány van, hogy már munkaerőhiánnyal küszködünk, és hiába telefonál az ember, hogy próbál a munkahelyi központon keresztül szerezni, nem. Ezen kívül komoly probléma van azzal, hogyha bármit be akarunk indítani, főiskolát, egyetemet végzettek, mert Barcson végeztek azért, csak elmentek innen, tehát azokat már vissza kell csalogatni. De ezt is abba tudjuk, hogyha azt mondjuk, hogy itt dolgozol ebbe, nálunk csináltuk ezt, gyere vissza, akár külföldről, akár máshonnan. Tehát van egyfajta koncepció, amit úgy gondolom, hogy a város testülete jól ítélt meg, jól csináljuk, és hát ennek egy hosszú folyamata lesz, hogy azt a hosszú folyamatot, ameddig sikerült ezt idáig lebontani, azt vissza tudjuk építeni. Én úgy gondolom, hogy azok az erőködések, amit akár a fejlesztésekkel, akár mással kapcsolatban teszünk, az mindezt a célt szolgálja, ne csökkenjen a város lakossága, lehetőleg nőjön, lehetőleg jobb élet legyen, lehetőleg a családok jobb körülmények között kerüljenek, akár anyagilag, akár lakás szempontjával, vagy más egyéb szempontból. Ezért próbáltuk azt, amit a képviselő elmondott a pólusban, azt, hogy a fiataloknak egyfajta ittartási dolgot tegyünk, hogy jöjjenek inkább ide, még akár a térségből is, és ezért akár anyagiakat is vállalunk, tehát vállalunk munkát, anyagi lehetőséget oda teszünk. Én úgy gondolom, hogy tulajdonképpen ezek azok a feladatok, amit nekünk meg kell csinálni. Meglátjuk, hogy a kormány ezt hogy fogja értékelni abban a nagy projektben, amelyikben azért sok munkahelyre gondolkodunk, sok embert ide akarunk hozni. Tehát próbáljuk azt elérni, hogy az idejövő emberek hagyják itt azt a pénzt, amit szórakozásra, pihenésre szánnak. Én úgy gondolom, ezt kell nekünk csinálni, és ez a városnak a dolga, feladata, hogy ezt csináljuk meg. Én azt, hogy mi mérjük, ennek nem sok értelmét látom, ráadásul nem is tudjuk pontosan. Nem is tudjuk pontosan mérni, illetve hát az anyakönyvezetőn keresztül pontosan látjuk a mi számainkat, de a térségben a számokat nem tudjuk, és maga a város egyedül ebben nem tud előre lépni. Én úgy gondolom, hogy a térséget kell néznünk, amiről ugyancsak megkapjuk az adatot, és országosan nézzük. Ugye amikor ezeket az adatokat képviselőtársam, vagy országgyűlési képviselők megnézik, minden évben kijön az a
könyv fél évenként kijön, ugye. Amikor ezeket az adatokat össze lehet hasonlítani, akkor nincs, hogy mondjam, túl jó kép erről a térségről, mert meglátszik rajta, hogy egy hátrányos térség, ahonnan emberek mentek el. De hála Istennek nem jelentkeztek ki. Itt vannak lakosként. Ilyet is tudok mondani, hogy a lakosként itt van, de máshol dolgozik. Ezek azok az emberek, akiket vissza kellene hozni ide, és ezért kell a hátteret, a gazdaságot fejleszteni, hogy megérje nekik visszajönni abba a családba és abba a házba, amelyik még itt van neki. Azt nem szabad elengedni, hogy ezek elmenjenek teljesen, és mindent el akarjanak adni. Tehát fölégessék azt a hátteret, amit itt tulajdonképpen hosszú évek alatt fölépítettek. Ebbe próbálunk mi segíteni, és úgy gondolom, hogy a testület ezt pontosan érti, Balcsváros vezetése is próbál előrelépni ebbe. Köszönöm szépen. A szavazásra kerül a sor a napi rendi pontról. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak. Köszönöm szépen. A képviselőtestület a napi rendi pontot egy hangulat támogatta. Jelzőszünk parancsolja. Barcsváros képviselőtestülete Barcsváros önkormányzata 2015 évi gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. Köszönöm szépen. Rátérnénk a harmadik napi rendi pontunkra. A személy gondoskodás nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díjának megállapításáról szóló önkormányzati rendeletünk módosításáról szól. Bizottsági véleményt kérnék, jogi, egészségügyi, szociálpolitikai bizottság véleményt. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, a bizottságunk megtárgyalta a napirendi pontot, és a rendelet módosítását 5 igen szavazattal egy tartózkodással javasoltuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. A pénzügyi városfejlesztési bizottság véleményét kérném. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és 5 igen szavazattal egy tartózkodás mellett elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen. Az anyagot mindenki elolvashatta, indokokkal együtt. Képviselőtársaimtól kérdezem, hogy kérdés az anyaggal kapcsolatban van-e. Jelenkezőt nem látok. Vélemény. Köszönöm szépen. Két képviselőtársunk jelenkezett. Dr. Nuszvi Árpádnak megadnám a szót. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtársaim. Mint az adott városi körzet képviselői, több megkeresés érkezett hozzám a Deák Ferenc általános iskolából, kifogásolva a közétkeztetést, tehát az ebédet. Tájékoztatásról el szeretném mondani, hogy a város nevelési intézményei két konyhából kapják a menüt, a Széchenyi Ferenc gimnázium konyhájából és a Dráva Völgye középiskola konyhájából. Mind a két konyha ugyanannyi pénzből, ugyanazt a menüt, ugyanabból az alapanyagból főzi meg. Két különböző konyha, két különböző szakács. Mind a két iskolának én vagyok az iskolaorvosa, tehát a menüsort, a heti menüsort azt én hagyom jóvá. A Széchenyi István gimnáziumból többször kaptam próba ebédet, és rendkívül meg voltam elégedve az ebéddel, ezért levelet is írtam az igazgatónak, amiben megköszönöm és megdicsérem a konyhát az ízletes étrend miatt. Ugyanez, nem tudtam véleményt mondani a Dráva Völgye konyháról, tudnélik a Deák Ferenc általános iskola Dráva Völgye konyháról kapja az élelmiszert, a menüt. Ezért egy hétig a gyerekek között étkeztem, jegyzeteltem, beszéltem a gyerekekkel, beszéltem tanárokkal, beszéltem a konyhásnénikkel, és arra megállapításra jutottam, hogy a panaszok jogosak voltak. Ezért kértem a polgármester urat, hogy az élelmezés vezetőkkel tartsunk egy megbeszélést, ami a polgármester úr hivatalában meg is történt, és én ígéretet kaptam az élelmezés vezetők részéről, a Dráva Völgye konyhából, hogy természetesen betartva maximálisan a törvényi előírásokat, amely mindannyian tudjuk, hogy nagyon kemények az új élelmezésügyi előírások, ezt maximálisan betartva azért törekednek arra, hogy az étel az ízletesebb, magyarul sósabb és fűszeresebb legyen. A szavazatommal szeretnék arra utalni az élelmezés vezetők felé, hogy részemről nem tekintem lezártnak az ügyet. Szeretnék a továbbiakban is többször elmenni az iskolába és ott étkezni a gyerekekkel, és természetesen
a jó és a rossz tapasztalataimat is meg fogom osztani a közvéleménnyel és a képviselőtestülettel is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Remes Gábor képviselőtársamnak adnám meg a szót. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, képviselőtársak. Én végigbogoráztam itt a térítési díjak változásával kapcsolatos javaslatokat, és megfontolásra ajánlom a testületnek azt, hogy az óvodai étkezési díj egy gyerekre vonatkozóan 1000 forintos növelését biztos meg akarjuk-e szavazni, ha már szóba jött itt a családpolitika meg a kívánatos gyermek számnövekedés. Elbír-e a város annyit, hogy havonta 27 ezer forinttal többet támogatja a következő generációt? Mert ez itt erről szól. Én tudom, hogy egy főre jutóan ez 1000 forint, de az indoklásban megfogalmazott 2008 óta nem változtak a térítési díjak. Én elég sok társadalmi csoportot tudok felsorolni, amelyiknek a jövedelme sem változott 2008 óta. Konkrétan. Tehát nálunk az iskolában például nem pedagógus dolgozók 2008 óta ugyanazért a bérért dolgoznak. De úgy tudom, hogy a köztisztviselők is ebben a cipőben járnak. A dolognak az a lényege, hogy nekünk megér-e 27 ezer forintot havonta az, hogy nem emeljük az étkezési díjak normatíváját. Köszönöm. Illetve hát mi fizetjük, tehát maga a város állja ennek a cekét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Más jelenkezést nem látok, megpróbálok válaszolni. Dr. Nuszi Átráddal hosszan vitattuk ezt a dolgot. Van egyfajta jogszabály, egyfajta törvény, amelyik előírja, hogy milyen normákat és miből mennyit lehet használni. Nem akarom elmondani, hogy a Széchenyibe főző konyha miért volt jobb. Ezt elmondtuk akkor, nem ide való, ugye, de a Széchenyibe most volt egy állantérzvizsgálat. Várjuk meg a végét, igazgató asszony, légy szíves, tájékozzam a képviselő urat, hogy mi lesz ennek a vége. Az első reakció az volt, hogy sok bent úgy érzi, hogy sós. Na most képviselőtársam pontosan ezt kifogásolta, én meg azt mondtam, hogy mi a jogszabályokat csak be tudjuk tartani, és lehet, hogy a Széchenyi konyhája nem főz úgy, ahogy a jogszabályokban elő van írva. Ezt azért úgy el kell mondanom képviselőtársam, ugye mert lehet itt erőködni, és lehet azt mondani, hogy ez a kaja rossz. Ugye akkor, amikor ugyanabból az alapanyagból főzik, ugyanazt az ételt főzik, akkor maximum az ízesítése lehet rosszabb. De mivel a törvény előírja pontosan, hogy mennyi mondjuk sót lehet beletenni, akkor nem ad a megoldás, hogy én megveszem azt a fél kiló sót, mert én azt ki tudom fizetni. Mi is ki tudjuk fizetni, de a jogszabályoknak nekünk, mind önkormányzatnak jogkövetőnek kell lenni, és el kell fogadni azt, hogy ez így van. De ugye a jogszabályok is puhultak, ezért ott van a só, ott van az, amivel ízesíteni lehet, tehát bárki a saját ízlésének megfelelően, akár gyerek is ízesítheti. Ha elsősről van szó, mert az volt, hogy az még nem tud sózni, akkor van ott személyzet, amelyik ezt meg tudja tenni. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan vita, amelyiket, hogyha be akarjuk tartani a jogszabályt, akkor nem tudjuk megoldani, csak úgy tudjuk, hogy a konyhába ízesíti az illető. Ha meg nem akarjuk betartani, akkor vállaljuk azt a fajta következményt, amelyik lehet, hogy most meg lesz. És akkor utasításba kell adni annak, aki képviselőtársam szerint jól főz, hogy így nem főzhet. Ugye, mert nem tudok más csinálni, a jogszabály mindenkire vonatkozik rám is, képviselőtársaimra is vonatkozik, ezért azt mondom, hogy ameddig ez van, én nem tudok más mondani képviselőtársam, minden héten ehet az étterembe, minden héten elmondhatja, hogy ez rossz, az ő ízlésének nem felel meg, de ettől még csak azt tudom mondani, hogy vegye a sót, ami ki van téve, ízesítse, és utána, hogyha nem felel meg, mondja azt, de mivel ugyanazt főzik, ugyanaz az élelmezés vezető, és hadd ne soroljam a többit, ugye itt olyan nagy különbség nem lehet csak ízesítésben. Ezért úgy gondolom, hogy ez egy régi meddő vita, és mondhatjuk azt, hogy a jogszabály rossz. Egyet is értek vele, hogy a jogszabály rossz, változtatni kéne, de ez nem a Balcsi képviselő testületek, és nem a Balcsi képviselőnek a dolga. Ebből komoly viták vannak országosan. De azt, hogy megkifogásoljuk és olyasmire kényszerítjük, ne az Isten, azokat a dolgozókat, akik betartják, hogy most ne tartsák be, hanem mást főzzenek, ezt én nem fogom megtenni. Képviselőtársamnak is elmondtam, bizottságülésen is, amikor összehívtuk a szakmát igazgatóasszonnyal együtt, ugye ott is elmondtam, hogy erre mi nem tudunk lépni. Tehát mi azt tudjuk mondani, hogy azt a lehetőséget, hogy mindenki a saját ízlésének megfelelően
fűszerezze, sózza, vagy csináljon, amit ő úgy gondolja, hogy otthon is ilyet szokta lenni, vagy hasonlót, akkor azt megteheti. Ennyit mondanák, és nem mennék bele, mert ugye ez egy hosszabb vita volt, amit már lefolytattunk, és én nem is kívánom többször lefolytatni ezt a vitát képviselőtársam. A óvodai étkezési díj. Ugye nekünk mindenhogyan, ha nem emeltünk valahol a realitás közelébe, vagy legalábbis közel kellene lenni, és hogyha 2008 óta nem emeltünk, ugye akkor már nem vagyunk ott, ha csak a számokat nézem, akkor se. És össze-vissza képviselőtársam, ugye mivel ez most már önbevallás alapján megy, 20-valahányan fizetnek étkezési díjat, tehát erről beszélünk. Tehát én úgy gondolom, hogy a díjemelés átgondolt, jól megfontolt, és emeljük meg ezt a díjat arra, amire kell, mert Barcson 20-valahányan. Most én nem tudom pontosan, Erzsi asszony. 28 volt, de most az újonnan bekerülött gyerekekre utoljára volt 32. 33. Jó. Mert tehát, ugye mindig a belépő gyerek szülője nyilatkozik. Tehát a nyilatkozatok alapján, amelyik önbevallásos, 32 gyerek fizet térítési díjat. Úgy gondolom, hogy ezt nem kellene nekünk, és valahol a realitások közelbe tudnék, ha nem fizetnek, semmit se fizetnek, ugye? Innentől kezdve, ha nem emeljük meg, akkor se segítünk rajta, de mi egyre jobban lecsúszunk a realitástól, jobban elmaradunk. Én úgy azt kérem képviselőtársaimtól, mindent meggondolva, mindent átgondolva, emeljük meg ezeket a díjakat, amelyik most sincs a valós költség közelébe, most is adunk hozzá támogatást. Tehát most sincs a valós költség közelébe, de a 2008 óta történt lemaradásunkat kicsit vigyük följebb, egyszerre az ember nem akar sokat emelni. Akkor se, ugye, mert látszatra kikezdhetünk lenni, hogy hú, ekkora díjemelés, ugye, mert tulajdonképpen 32 család fizet a gyerekei után étkezési díjat, és a többi összes az nem fizet. Innentől kezdve én úgy gondolom, és azt kérem én személy szerint, hogy ezt a javaslatot, ezt fogadjuk el, és akkor egy kicsit közelebb leszünk a realitáshoz. Köszönöm szépen. Ugye ezek voltak a vélemények, voltak a kérdések, hol tartottunk? Kérdéseknél voltunk. Képviselőtársaimtól kérdezem, hogy véleménye a napi rendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek? Vélemények voltak? Akkor bocsánat, Jadzi asszony. Bocsánat. Azért mondom, mert én nekem itt vég volt, de hát nem tudtam pontosan, igen, micsoda, és egy kicsit hosszabb volt kevertünk. Akkor vélemények után, mivel más jelentkezőt nem látok, szavazás következik, kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzunk. Szavazás eredménye 8 igen, 1 nem és 2 tartózkodás. Itt nincs határozati javaslat. Nincs rendelet. Jó. Rátérnénk a negyedik naprendi pontunkra. Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési közszolgáltatási tevékenységéről. Bizottság egy tárgyalta, a pénzügyi városfejlesztési bizottság bizottsági véleményt kér. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, a bizottság a beszámolót megtárgyalta, és 5 igen szavazattal egyhangulat támogatja. Köszönöm szépen a bizottsági véleményt, mivel más bizottság nem tárgyalt, a képviselőtársaimtól kérdezem, hogy kérdés az anyaggal kapcsolatban van-e? Jelenkezőt nem látok, vélemény. Jelenkezőt is sem látok, szavazás következik, kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak. Köszönöm szépen, a képviselőtestület a napi rendi pont határozati javaslatát egyhangulag támogatta. Jelző asszony parancsolja. Barcsváros önkormányzata képviselőtestülete az előterjesztés mellékletét képező a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámolót elfogadta. Köszönöm szépen. Ötös napi rendi ponton következik.
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 2/2023-26-ai önkormányzati rendelet módosítása. Bizottsági véleményt kérnék, jogi egészségügyi bizottsági véleményét. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! A Jogi Egészségügyi Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és a rendelet módosítását 6 igen egyhangú szavazattal támogatta. Ha nálam van már a szó, akkor annyit azért hagyd mondjak el, hogy a tévénézők is hallhassák azt, amit a bizottsági ülésen már a főjegyzőasszony elmondott, hogy ez gyakorlatilag a hulladékgazdálkodásnak ez csak egy szelete, amiről most mi beszélünk, tehát a komplett, ezt majd el fogja mondani véletlenül, tehát maga a komplett rendeletnek a módosítása, ez egy későbbiekben fog majd megnyilvánulni, egyelőre csak erről szavazunk, de lesz ennek még azért folyamatban, tehát ez nem a végleges és teljes rendeletmódosítás. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Pénzügyi Városhelyezési Bizottság véleményét. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a rendelet módosítását 6 igen szavazattal egyhangulag támogatja. Köszönöm szépen a bizottsági véleményeket. Képviselőtársaimtól kérdezem, hogy kérdés az anyaggal kapcsolatban. Jelenkezőt nem látok. Vélemény. Jelenkezőt is látok. Szavazás következik. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak. Köszönöm szépen, a képviselőtestület egyhangulag támogatta a rendelet módosítást. Hatos napi rendi pontunk következik, a Széchenyi Programiroda iroda használatának meghosszabbításáról szóló napi rendi pont. Bizottsági véleményt kérnék, a jogi egészségügyi bizottság véleményét. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, megtárgyalta a bizottságunk a napi rendi pontot, és a határozati javaslatot 6 igen egyhangú szavazattal támogatta. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ha jól látom, más bizottság nem tárgyalta. Képviselőtársaimtól kérdezem, hogy kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban. Jelenkezőt nem látok. Vélemény. Jelenkezőt is sem látok. Szavazás következik. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzunk. Köszönöm szépen, a képviselőtestület egyhangulag támogatta a napi rendi pont határozati javaslatát. Jelzőasszony, parancsolja. Barcs város önkormányzata képviselőtestülete a Széchenyi Programiroda tanácsadó és szolgáltató non-profit korlátolt felelősségű társasággal kötendő, az előterjesztés mellékletét képező irodahasználati szerződést jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, és az ezen tárgyban korábban hozott 195/2015-12-18 számú határozatát hatályon kívül helyezte. Köszönöm szépen, jelzőasszony. Hetes napi rendi pontunk következik. Beszámoló a Barcsi Polgármesteri Hivatal 2015 évi munkájáról. Előadó jelzőasszony. Van egy kiegészítés, kérdés. Köszönöm szépen, nincs szóbeli kiegészítése. Köszönöm szépen. Akkor bizottsági véleményt kérnék, jogi egészségügyi bizottság tárgyalata, parancsolj. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, bizottságunk megtárgyalta az előterjesztést, és a beszámoló elfogadását 6 igen szavazattal egyhangulag javasoltuk. Köszönöm szépen a bizottsági véleményt, mivel másik bizottság nem tárgyalta, képviselőtársaimtól kérdezem, hogy kérdés a napi rendi ponttal kapcsolatban. Jelenkezőt nem látok. Vélemény. Egy jelenkezőt látok. Ander István képviselőtársamnak megadom a szót. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! Köszönöm a munkájukat a polgármester hivatal minden dolgozójának, és további munkájukhoz sok sikert, erőt, egészséget kívánok. Köszönöm szépen képviselő véleményét, mivel többen nem láttam.
több jelentkezőt nem látok. Én is csak azt tudom mondani, mint aki együtt dolgozik a köztisztviselői állományjal és a szerződéses fizikai állományjal, csak köszönni tudom azt a munkát, amit akkor is megtesznek, amikor nem munkaidőre esik, amikor olyan kéréseink vannak, amelyik elméletileg vitatható, hogy az ő feladatuk-e, de a város érdekében meg kell csinálni, úgy gondolom, hogy elvégzik azt a munkát, amit kell. Ezt pedig lelkiismeretesen teszik. Én köszönöm még egyszer a munkát a testület nevében, és megköszönhetem. Én azt gondolom, hogy rosszabbul ne csináljuk, akkor már előre fogunk jutni. Köszönöm szépen minden dolgozónak a polgármesteri hivatalban munkáját. Akkor, ha több nincs, akkor szavazásra kerül a sor. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak. Köszönöm szépen a képviselőtestület. Egyhangulag 11 jelenlévő képviselők egyhangulag támogatnák a határozati javaslatot. Jenczi asszony, parancsolja. Barcs város önkormányzata képviselőtestülete a Barcsi polgármesteri hivatal 2015 évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. Ha nálam van a szó, én is szeretném megköszönni a képviselőtestület hozzáállását és támogatását a polgármesteri hivatal munkájához. Köszönöm szépen, Jenczi asszony. Most a testület nevébe köszönöm. Zárt ülés rendelekkel az utolsó három napi rendi pontunkhoz. Ismertetném a képviselőtestület zárt ülésen hozott határozatait. A képviselőtestület két főt vett fel lakásbérleti ajánlattevők névjegyzékére és egy főt cserelakásra várok névjegyzékére. A testület két önkormányzati bérlakás bérbeadásáról döntött, valamint 6 önkormányzati bérlakás bérleti jogát hosszabbította meg. Köszönöm a figyelmet!